Azért nem tudtál elérni idáig, mert túl széles a vállam. Sajnálom. Most üdvözlök mindenkit még egy videóban. Est kiadás. Milyen egy szociális interakció szakértőnek, aki bárki tud bárkivel beszélni, egy estéje, amikor elmegy bulizni. Javaslom mindenkinek, hogy egy barátoddal, egy jó barátoddal menj el, ne egyedül. Én mindig azt találtam, elhetsz egyedül is, de én mindig azt vettem észre, hogyha többen mentek, még hogyha az csak egy ember, jó, ezt felhúzom, meg azt hiszem Lyukas is, tök mindegy. Ha csak ketten mentek, még ha csak ketten is mentek, ami szerintem teljesen jó, egy ilyen geng, törzs, csapat érzést ad az egész estének ez, és sokkal jobban mennek a csajozások, a lányokkal való beszélgetések, a játékok, mint ha csak egyedül mennél. Nos, a mai buli, amit betámadunk, az nem más, mint a valami colorful est lesz. Ez egyik ruha, amit szerintem fölfog. Vagy ez lesz, a zing. Ez egyik opció. Ja, igen, és nem tudom, YouTube le fogja tiltani, de ha nem mentek még edzőterembe, akkor érdemes edzőterembe mennetek. Bazd meg, annyira szűk ez az a... Akkor érdemes edzőterembe mennetek. Most egy kicsit flexelek, de ja, menjetek edzőterembe. Most, és persze miután, még itt adok pár tippet is, legyen egy illatotok. Én is nemrég mentem az LK-ba, letámadtam ezt a Naughty Notes, nem is tudom, hogy ott van-e, nem számít. A lényeg az az volt, hogy Naughty Notes-ba bementem, ezt már régebben vettem. Vettem mindenféle parfümöket, Naughty Notes-ba vissza lehetett vinni, és utána addig visszavittem a parfümöket, amíg nem találtam egy olyat, ami nekem tetszett. Ez tetszett, be is fújom magamat. Általában hármat szoktam, most öttel meg fogom küldeni. Tudják, hogy megérkezett a mester. Megmutatom én, hova szoktam fújni. Kettőt, vagy egyet. Egyet a nyakam mögé. Egyet a... Egyet a... A nyakam mögé, kettőt. Egyet a fülem mögé, egyet a nyakam mögé. És még kettőt fogok a ruhámra. Tök mindegy, mi a tematikája, tök mindegy, mi a témája ennek az egésznek. Én maradok a jól bevált ruhámban, amiben én magabiztosnak érzem magam, mert ez az egyik legfontosabb. Igen, meg ebben mentem el tornázni, ezt lehet meg lehet majd érezni rajta. Szerintem nem fogják, mert még kap kettő ilyet is. És leveszem most az atlétámat, és aztán indul. Meg ugye, amit nem szabad elfelejteni, az az, hogy sokat kell kajálni. Nem tudom, hogy ezt a giroszról fogok olyan fosni, mint tegnap. De ha igen, akkor lehet rövid lesz ez az éjszakánk. Valami ehetetlenet találtam a giroszomba. Azt a minden. Nem is tudom, hogy ez milyen girosz. Anyukám hozta, fogalmam sincs, mi ez. Mindenesetre, itt van egy csoport, akik Minecraftoznak. Mi most buldizni megyünk. Belépek és megpróbálom az egyetlen lányt onnan rizzelni. Hey, Kevin ismételtem. Hello Kevin, mi vagy? Hello. Okay. Bent vagy már az eltés bulin? Ez hamburger. Hallod Rebeka? Nekem most, én nem tudtam magamnak építeni bunkert a Minecraftba, mert nem volt rá időm, szóval azt szeretném megkérdezni, hogy tölthetném-e az estét nálatok? Halló? Rebeka, hallasz? De Captain, most ezt igazi életbe érted, vagy Minecraftot? Hát, ezt akarom megtudni Rebekától, hogy hall-e. Na, és mi a válasza? Mert most itt van nálam a gépem. Nem mond semmit. Szerintem elment kulázni. Hamburg. Lehet. Jó, akkor ha visszajön, majd rákérdezek. Jó, nem érts fel a szerverre? Az a baj, hogy szerintem poshat sajt van a giroszomban. Elkezdett a sajtos. Nem én vettem, anyukám hozta. Na jó, akkor majd... Micsoda?
Lehet, ő is sajtos giroszka szokatlan azért. Lehetséges. Na jó, akkor később visszanézünk, srákok. Sziasztok. Érkeztünk, igazából nagyon különleges ez a hely. Olyan érzésem van, mintha egy ilyen rajzfilmben lévő városban lennénk. És kicsit korán érkeztünk még. Ugye beszélgettem rengeteg emberrel már az elmúlt időszakban, az egyetemen, meg ezeken, és volt pár lány, aki felismert már engem, és aztán mondtam nekik, hogy akkor este végül én is jövök, mi is jövünk a buliba, és azt mondtam neki, hogy előtte hol találkozzunk. Nos, előtte, aztán mondta, hogy ő majd ír, meg ír, meg minden, sajnos nem írt, szóval az egy vicces program lehetett volna. Most körbenézünk, aztán lesz, ami lesz. Mostani tervünk az nem más, mint az lenne, hogy keresünk embereket, hoztam egy kártyajátékot, az a neve, hogy Szóló, most a Mekibe benézünk, és ha lesznek mondjuk olyan emberek, akikkel én szívesen beszélnék, magyarul lányok, akik jól néznek ki, akkor oda megyek hozzájuk, és megkérdezem, van-e kedvük szólózni, és szólózunk egyet. Nos, nagyon is őszinte leszek mindenkivel, körbenéztünk, körbejárkáltunk, viszont nem nagyon találtunk semmi olyan csoportot, akikkel úgymond lehetett volna beszélgetni, esetleg társasozni, vagy ilyenek. Még ez is egy fontos dolog, hogy sokszor az is számít, hogy a helyszín milyen. Mert itt most a Heaven-nél vagyunk, vagy tököm tudja, itt kb. A Váci út, meg ezek. Teljesen más, mint amikor egyszer elmentem mondjuk az akváriumba. Nem vagyok ilyen nagy parti patkány, csak néha kiszoktam én is azért próbálni, és hasonló. Viszont ott például sokkal többen már előtte gyülekeztek. Most is szerintem gyülekeznek valahol az emberek, de fogalmunk sincs, hogy hol. Szerintem valami bárban iszogatnak, de mivel én jó magam, és a barátom sem egy nagy iszákos, ezért most viszonylag nehéz megtalálni ezeket a némbereket. Szóval mostani újra gondoltuk a tervünket, és szerintem most annyi lesz a tervünk, hogy még kicsit még várunk. Aztán megnézzük, 10.30-kor azt írták, hogy akkor lesz nyitás. Megnézzük, hogy ott már van-e valami, és igazából előre elmondom, hogy én mire számítok. Mert így előre elképzelem, hogy úgy mik lennének az ideális, a jó helyzet. Azt szerintem az lenne, hogy beengednek, és vannak egy csomóan, iszogatnak, beszélgetnek, és aztán csak úgy oda megyünk, és játszogatunk velük, meg ilyenek, néhány ismerős arc is, és igen, meglátjuk, mi lesz, ha nem lesz semmi, nem lesz semmi, ha lesz valami, akkor majd videózunk. Már láttam, mit írt. Ugye van egy ember, lehet a nevét kitakarom, mert szerintem ő tipikusan egy olyan lány, aki ezért szólni fog, nem tud most már mit tenni. Mindegy, van a Minecraft partiban egy az egyetlen lány beküldött egy képet arról, hogy csinált valami kaját. Neki már van pasia. Én mindig szeretem őt piszkálni egy kicsit, mert úgy érzem, hogy nem kap elég piszkálódást a világtól. Ezért én szeretem egy kicsit piszkálgatni. Most mit írtam neki? Mindenki lájkolta, de én írtam neki egy olyat, majd megkóstolom, ha odaérek. Egyáltalán szerintem nem fogad szívesen, de mindig szeretem ezt írogatni. Nos, írt egy ilyet. So out of nowhere. Mit írják? Fürdeni látnálatok? Összes embernek, aki követ engem, ezt a patkányságot nézzétek meg. Én általában sokszor, nem tudom, ti hogy vagytok veled, de néha az embereknek nem tetszek, esetleg a... Nem vagyunk egy hullámosszon. Erre most, amikor mentünk volna be, a biztonsági őr alkotott velünk egy olyat, hogy mutattuk az italunkat, meg minden, és aztán a... Észrevette, hogy van két vízünk, és az egyik kedvesebb biztonsági őr azt mondta, hogy ah, csak tegyétek le oda, majd ha kijöttök, elvihetitek. Helyette ez a büdös paraszt azt csinálta, megfogta a két vízünket, és kidobta a kukába. Én meg mondtam, na jó, akkor majd én kiveszem a kukából. Kivettem a kukából, és megkérdezte, hogy adjon-e 160 forintot. Nyilván beszart tőlem, aztán mondtam neki, nem mondtam semmit, csak elhúztam. És igen, szóval... Nem vagytok egyedül, hogyha büdös parasztokkal találkoztok, jó magam is találkozott egyel. Hagyok majd egy egycsillagos review-t a Heaven-nek, és igen, basszátok ki ezt a biztonságért Heaven, mert ekkora taplót nem kéne felvenni ide. Vagyunk a Heaven-nél,
hátsó mosdójában be van csukva az ajtó, hogy ne a copyrightot kapjunk. Ez a következő tervünk. Annyit fogunk csinálni, hogy minél gyíkabbul megpróbálunk táncolni, és aztán még lányok közelébe is megyünk. Minél gyíkabbul táncolunk, és megpróbálunk így valamit alkotni. Mert a lényeg a táncolatnál szerintem sokszor az, hogy élvezd, és minél jobban élvezed, annál jobban fognak jönni a lányok. És amikor jönnek a lányok, akkor csinálsz egy ilyen csipőrázó mozdulatot, mint hogyha éppen ott akarnál vele közösülni, de én általában inkább úgy fogom csinálni, hogy úgy megdövöm, hogy elesik, és miután elesik, akkor letámadom így. Ennyi, bum, bum. Nem ezt csinálom, csak easy. Minél gyíkabbul táncolok, és majd megpróbálunk levideózni, csak hogy az a lényeg, hogy tényleg rájött, minél jobban élvezel a táncparket, tehát annál többen fognak látni téged, nézni téged, és igen, az számít, hogy élvez. Én és a barátom, kimegyünk, minél gyíkabbul táncolunk, valamelyik lányok közelébe, csinálok valami, nem tudom micsodát, és aztán lesz, ami lesz. Ezzel módon megpróbálom így élvezni ezt a hetet. Nulla piában, csak viccel. Nagyon boldog új napot szeretnék utólag is kívánni ezen az előben! Vaya, vaya, vaya.
láttatok szerintem, ami ott lent történt, a Pat Parkettán, az nem más volt, mint az, hogy a végén ez a csaj azt mondta nekem, hogy szarul táncoltak. Most ez miért van? Ez azért van, mert nehéz a táncparkettán basszus táncolni, de ez jó lesz tapasztalatnak. Nektek mondták már, hogy szarul táncoltak, lányok? Nem, de... Szarul táncolok, hogy nyilván nem értek meglepetésként volna. Ha mentek ilyen bulikon igényekben, akkor azt mondta, hogy neked kell vezetni, mert én nem vezetem. Nem tudtam mi az, mert nem tudtam táncolni, de azért be kell kamuszni azt, hogy tudsz, és hogyha bekamuszod azt, hogy tudsz táncolni, akkor előbb-utóbb fogsz tudni táncolni. És azt mondta, hogy nem vezetem, hogy nem vezetem, és ezzel most nem vezetem, hogy te hoztatod, ahogy te érzed, ahogy te érzed, hogy a kultúrát, úgy majdatod a kezedet, ahogy rengetegen vannak, de ahogy te érzed, hogy úgy megpróbálod úgy vezetni, Végeztünk, vége lett az éjszakának. Brutálisan élveztem, és rengeteg ember egyébként odajött hozzám, és elkezdték mondani, ó, te rizmester, adj már egy képet. Jó, ez is hozzátesz az a hírnév, híresség ehhez, de itt a lényegében ez számít. Kezdj el emberekkel beszélgetni, és látjátok, nem tudom mennyit tudtam levideózni a Heavenben, azért próbálkoztunk, de 50 emberrel. Szerintem beszéltem egész éjszak alatt. Ebből volt 10-15 lány, akik viszonylag azért tudtunk velük jókat beszélgetni, jókat mindenfélét csinálni. És ez tényleg onnan kezdődik az egész, hogy elkezdtem csak úgy emberekkel beszélgetni, hogy aztán eljussak arra a pontra, amit az egyik lány nagyon jól elmondott, hogy egyébként itt én azt vettem észre, hogy a fiúk nem csak akkor mernek beszélgetni emberekkel, lányokkal, hogyha isznak. Nos, kérlek szépen, itt az üzenet. Nem. Jó uram, egy csajozós tippet adna már így a világnak, kérem. Csak arra a puncira menni, amelyik oda is adja magát. Ennyi. Ezek a lányok néha trükkösek, nem? Néha, mindig. Mindig. Köszönöm szépen a bölcs tanácsát, uram. További szép estét. Mit keres egyébként még itt kint ilyen ének éjjelén? Mindenféle. Főleg pénzt. Hallgatok. Még itt lehet pénzt keresni? Hát hallnak. Értem. Rendben. Arrafele vannak fiatalok. Hát, hát sajnos én nálam most nincsen készpénz, de ott a fiataloknál szerintem lesz. Sok sikert, uram, minden jót! Nos, tökéletes demonstráció. Beszéltem ezzel, fel fogom szedni? Nincs az Isten, hogy felszedjem ezt az embert. Egy, nem vagyok meleg. Kettő, hogy nem egy lány, jó? De mi a tanúság? Itt az a tanúság. Elkezdtem vele beszélni. Adott egy kis pontot abban, hogy jobb lettem abban, hogy tudok emberekkel beszélni. Megcsinálsz még jó pár ilyet, meglátsz egy lányt, oda fogsz merni menni, beszélsz vele. Igen. Ez itt az üzenet, amit szerettem volna adni nektek. Tényleg csak kezdjétek el. Én is féltem. Ezerszer elmondtam már. Mondjuk az első buszon, amikor egy csajjal beszéltem, le kell győzni ezt a félelmet. Legjobb módja pedig az, hogy cselekszel. Szóval cselekedjétek. Azért nem tudtál elérni idáig, mert túl széles a vállam. Sajnálom.